Sziasztok! Már itt bemutattak, én Antalóczi Gyuri vagyok, és a Lendi kávézónak vagyok a tulajdonosa, meg a mai este például Csapost is játszom, szóval elég széles körbe bevethető vagyok. Az előző előadásom az arról szólt, hogy miért béna innal a ristretto, de közben kaptam felkérést arra, hogy indítsak el egy ilyen előadás sorozatot. Elképzelhető, hogy még fogunk itt találkozni ebben a körben. És én arra gondoltam, hogy a kávé extrakcióról fogok beszélni, illetve extrakció elméletről, hogy megpróbálok bizonyos szeletekbe röviden és nagyon mélyre belemenni, azért, hogy így látszódjon, hogy a kávé geekség az így mennyire hasonló geekség, mint az IT geekség egyébként, és most például az őrlésről fogok hát viszonylag mélyen belemenni. Azt nagyjából elmondhatom, hogy a kávéval foglalkozó szakemberek nagyjából szerintem 2-3%-a érti azt, amit most remélem, hogy a következő pár perc végén így meg fogtok érteni. És az előadás sorozat többi részével is igazából a kávé extrakciónak különböző aspektusait fogom így megpróbálni bemutatni mélyen, hogy mennyi finomság, apróság és micsoda mélység van mögötte. Pár alapfogalom, hogy a kávé extrakció az minden az, amit a víz kivesz a kávéból. Ez az extrakció, ennyi. A teoretikusan a kávé szemekből maximálisan a 28-30% vehető ki. És hát ugye ahhoz, hogy ez megtörténjen, víz, kávé, kémiai reakció, van némi segítség, a vizet melegítjük, mert ugye a meleg víz jobban extraktál, mindenféle nyomás alá helyezzük, tömörítünk, stb. De a fontos dolog az, hogy a kávébabnak ugye a felületét növeljük, mert ha csak magát a kávébot így belelottyantjuk vízbe, hát nem sok minden történik, történik némi extrakció, de nyilván azáltal, hogy apró darabokra törjük a kávébabot, növeljük a felszíni felületet, és ezáltal növeljük az extrakciót. És mindez ugye azért fontos, mert, és akkor itt jön, vannak alul extraktált szemek, vannak túl extraktált szemek, és vannak ideálisan extraktált szemek. Nyilvánvalóan, amikor egy ilyen beledobunk egy kávébot egy őrlőbe, akkor törik, ropog, ezer darabra hullik, és lesznek ilyen úgynevezett ilyen fájnok, tehát ilyen púderszerű darabkák, lesznek púderek, ilyen hatalmas, túl nagyok, és lesznek ideális méretű darabok. Nagyjából itt vannak, hogy a túl extraktált ízre jellemző keserű, szárító, kellemetlen ízek, az alul extraktált íz az általában ilyen savanyú, sós, nem kellemes, és akkor látható, hogy az ideális zónában van mindenféle édes, komplex, stb. Csupa jó dolog. Tehát, és az a lényeg, hogyha elképzelünk egy teoretikus szuperörlőt, ami icipici, pontosan egyforma kis gyöngyöket kreál, ugye az maximalizálja a felszínt, tehát hogyha mondjuk ilyeneket tudnánk kreálni a kávéból, ilyen kis pipöttyöket, és ebből főznünk a kávét, akkor ebből valami isteni ital lenne, nem tudjuk, hogy ennek milyen íze lenne, de valamilyen módon e felé próbálunk közelíteni, nyilván a mi tökéletlen eszközeinkkel, meg egy csomó mindennel. És akkor igazából, hogy ez miért fontos, hogy különböző őrlők, különböző őrlemény fajtákat és őrlemény eloszlásokat generálnak. Itt kettő darab népszerű őrlő van az ábrán, az egyik egy LK43-as, ez pedig egy Mazzer Robur. És lézeres spektrográfa emberek megmérik azt, hogy a vízszintes tengelyen a különböző részecskék átmérői található, a függőleges tenger, meg hogy ugye az adott örleményből az adott átmérőjük is picike részecskékből mennyi található. Na most, hogyha az ideális csupa egyforma kis pötty, az mondjuk nagyjából egyetlen ilyen oszlop lenne, mert hogy ugye egyfajta részecské csak olyan részecskét tartalmaz. És igazából itt látszik, hogy az LK43-as, ugye ez ugyanolyan örlemény, amiből nagyon hasonló tulajdonságú kávé közt készül, ugyanaz időt folyik le, stb. Tehát ezek összehasonlítható minták. És az látszik, hogy a kék színű örleményben látszik, hogy csak mondjuk 600 valamennyi és nulla közötti részecskék vannak, tehát egy sokkal szűkebb sávú részecske méretű tartományt tartalmaz az adott örlemény, míg ugye a piros az már itt tartalmaz óriási nagyokból, elég sokat egyébként, tehát hogy ahol az LK43-asnak vége van, ott még egy csomó darab részecske van,
És ugye látszik, hogy egy sokkal tágabb rész van ezért, sokkal több olyan részecske van, amit túl extraktál, sokkal több olyan részecske van tömegében, egy örleményben, amit alul extraktál, ezért összességében kellemetlenebb ital készül, mint az LK43-asról, ami az örlők Rolls-Royce-a, és amiből készült kávékat például lent is lehet kóstolni. Tehát, hogy itt lehet látni, hogy ezek a örlemény eloszlás grafikonokból rögtön lehet tudni, hogy melyik a jobb. És arra gondoltam, hogy szerintem az tök jó, hogyha most így 5 perc alatt megértettétek, hogy miért több az egyik örlő a másiknál. Nem tudom, hogy csináljátok-e, hogy le lehet-e válogatni esetleg azokat, amik nem tetszenek, azokat nem érdekel. Pompás kérdés, tényleg. Léteznek úgynevezett sziták, mind amatőr, mind laboratóriumi körülmények között, amin bizonyos nagyon precíz átmérő lyukak vannak, X mikrontól Y mikronig, lent nekünk is van egyébként, és akkor az örleményt úgynevezett szétszitálva le lehet vágni, hát nyilván nem precízen, de hogy mit tudom én, ilyen szeleteket le lehet vágni, és akkor ezekből a szeletekből lehet összelegózni úgynevezett örleményt. Ezek kettő baj van, az egyik, hogy iszonyú macera, és így elég furán nézel ki, amint ugye kávézó rázod a szitát, mint egy ilyen séker, de egyébként kísérletezni tök jó. Tehát, a másik meg az, hogy rengeteg szemetet produkál, tehát hogy nagyon gyakran, amikor elkezdesz kísérletezni, ilyen 20-30-40%-okat így elveszítesz, ettől még így geekeskedni, meg kísérletezni egyszer-egyszer jó, de azt tapasztaltam, hogy ha jó az őrlő, tehát például ugye annyira nagy a csúcs itt, hogy igazából ez már az örleménynek a jelentős része, látszik 45-50%-ot mutat itt a görbe, tehát hogy itt maximum talán így ennyiket lenne érdemes levágni, ezzel meg már belehasítasz a jól extraktáló részecskék tartományába. Amit tudsz csinálni, hogy a fájlokat leveszed, de, és ezt egyébként meg is csináltam többször is, és az történik, hogy így nem lesz finom a kávé. Tehát úgy tűnik, hogy így a fájlok azért adnak bele ízt, meg testet, tehát hogy azokra azért valamennyire szükség van valamiféle ideális dolgokhoz. Összekötném a kis piros pöttyös kék ábrámmal, valószínűleg az ideális piros pötty, az mondjuk egy finom kávéhoz, nem biztos, hogy itt lenne, ahol ő produkál legjobb, hát lehet, hogy valahol itt lenne, és akkor ugye kellően kicsit lennének, hogy legyen íze. Tehát hogy van egy ilyen átlag, hogy hol finom a kávé, mert ugye azért ezek a részecskék mondjuk, mit tudom én, 20% környéken extraktálódnak, ugye az a legfőső sorból látszik, de valahol 23% környékén finom a kávé, tehát szükség van rájuk is, amik meg sokkal jobban extraktálódnak, hogy kijön egy olyan átlag, ahol finom a kávé. Nagyjából nem tudom válaszolni. Igazából az optimum az lenne, hogy szétszitálni különböző szemcseméretekre, és aztán megtanulni, hogy milyen arányba kell összesíteni, hogy legjobb legyen. Igazából azt mondtad, hogy nem az agyunk, hogy tisztekén csinálják. Hát igazából, tehát mondom, az optimum az lenne, hogyha fogsz egy örleményt, eléggé finomra örlöd, mondjuk azt csinálnád, hogy leszitálsz belőle ennyit, ami mondjuk 20 g kávé mondjuk lenne 1 g, mondjuk, vagy valami, azt megcsinálod 20-szor, ebből az 1 g-ból lesz 20 g, és abból csinálsz kávét, és akkor kidobtál 400 g kávét, hogy legyen egy kávét. Tehát az optimális az, hogyha egy nagyon szűk tartományból van nagyon sok, ez a teoretikus optimum, csak a probléma az, hogy azért nem ilyen gömbszerű részecskékről beszélünk, hanem azért ezek, itt azért vannak kémiai folyamatok, de hogy mégis nagyon-nagyon az látszik, hogy amikor örlőket hasonlítanak az emberek össze valak teszteni, és akkor tényleg ez a minél finomabban és minél szűkebb tartomány, tehát minél finomabb részecskék és minél szűkebb tartományban legyenek. Inkább az, hogy azt mondanám, hogy erre törekszünk, de szükség van valamiféle egyensúlyra is. Elvizsgálók között van különbség tehát milyen nehéz lebetörálni őket, tehát keménységben? Van különbség keménységben, de hogy mondjam, olyan nincsen, hogy ahhoz a kávéval hozod az örlő jó. Tehát azonos kávét nagyon hasonló módon viselkednének, ugyanazt a kávéhoz, ugyanazon örlők között hasonlítunk össze. Tehát nagyon lehet, hogy nem pont ilyenek rajzolnának ki, de a viszonyrendszer totál megmaradna, tehát ilyen értelemben nem kell kávéhoz örlőt választani. Ha nem egy ilyen jó eszközzel, hanem egy ilyen barbár késes vagy mozsár közül kéne választanod, akkor melyiket választanod?
Melyik a két választás? Egy ilyen késes ördög, vagy egy mozsár? Mind... A teját választanám. Látjuk, hogy mi a különbség az eredményben, de mi az akkora különbség nektek a gépekben, mi az, ami mit csinál jobb, mitől jobb az EK43? Hát, nagyjából egy őrlő, amilyen paraméterei vannak, az igazából három dolog. Az egyik az az, hogy mennyit forog a kés egy perc alatt, ez egy paraméter. A másik az, hogy maga a késnek az átmérője. Nagyjából azt gondoljuk, hogy minél nagyobb egy kés, annál jobb. Az LK43-asnak majdnem ilyen 100 mm-es őrleje van, 90 valamennyi. A robbulnak egyébként nem is ilyen síktárcsás, hanem ilyen egy kúp, meg egy síktárcsa forog egymáson, tehát van egy ilyen dolog. És akkor van egy harmadik, az őrlő fogazatának, a mintázatának a geometriája, ami szintén el tudjátok képzelni, ez rengeteg kis fogacskákból áll, az, hogy oszlanak el, milyen szögben, milyen élesek, ez ilyen végtelen féle verzió van. És egy nagyon emlékeztes előadást tudok ide behozni, csak hogy így milyen szinten félvakonta fogatózunk valójában. Az az, hogy pont az LK43 gyártójának, a Málkőnek egy fejlesztő mérnökének voltam egy előadásán, és akkor így megkérdezte valaki tőle, hogy amikor tervezik ezeknek a késeknek a mintázat geometriáját, akkor így milyen elvek? Tehát, hogy vannak ilyen best practice-ek, hogy így nem tudom, ilyen alakú, vagy valami, és akkor így azt mondta, hogy hát kb. 50%-ban tudjuk, mi történik, 50%-ban próbálgatok mindenféle mintákat, aztán egyszer csak jó lesz. Mert hogy ugye pörög valami, nem tudom, 1500 percenként, oda bejtesz nem tudom hány kávébot, az nem egy ilyen lemodellezhető dolog, ami történik, egyszerűen túl sok a változó. Úgyhogy kb. Így történik, de hogy ezen három dolog egységétől függ. Köszönöm szépen.